áldozatai kalló, kiszolgáltatott férfiak voltak. Akkor képtelen voltam felfogni, hogy mi volt ez az egész. Soha életemben nem láttam ilyet azelőtt. 15 férfit gyilkolt meg minden ok nélkül. A rendőrségnek sejtelme sem volt arról, hogy egy sorozatgyilkos garázdálkodik. Engem is próbált megfojtani, de végül megkegyelmezett, és visszaadta az életemet. Kegyetlensége sokkolta még a legkeményebb nyomozókat is. Érezhető volt a gonoszság, szinte kézzel fogható volt a jelenléte az egész ügy során. Ki volt minden idők legkegyetlenebb sorozatgyilkosa, aki London utcáin szedte az áldozatait? Sorozatgyilkos Dennis Nielsen. Muswell Hill, Észak-London egyik csöndes kerülete. Cranley Gardens, a környék egyik leghosszabb utcája. Félúton található rajta a 23-as számú ház. A ház Tudor stílusú utánzat, amelyben 6 kis garzonlakást alakítottak ki. Egy nap a csatornarendszer meghibásodását észlelik a lakók. A lefolyók eldugultak és iszonyatos bűz árad belőlük. Kiszállnak a szerelők, hogy megvizsgálják a problémát. Első ránézésre semmi nyilvánvaló oka sincs a dugulásnak, de aztán az egyik szerelő megpillant valamit. Találtam valamit! Furcsa kinézetű hús és csontdarabok akadtak meg a tűzben. A szerelő soha nem látott ehhez hasonlót. Ez meg mi lehet? A szerelő gyanúsnak találja az esetet és értesíti a rendőrséget. A furcsa leletek híre gyorsan eljut Peter J. nyomozó főfelügyelőhöz. Soha életemben nem felejtem el azt a napot. A kora reggeli órákban hívást kaptam az ügyeletes tiszttől, hogy szálljak ki a Cranley Gardens 23-ba a Muswell Hillen, mert olyasmit talált, amire ránézni is borzasztó. A helyszínre kiérkezve Jay is szemügyre veszi a hús és csontdarabokat. Szinte azonnal a legrosszabbtól tart. Amikor közelebbről megvizsgáltam azokat a maradványokat, rögtön az a furcsa érzésem támadt, hogy emberi maradványok lehetnek, mert a csontok nagyjából olyan 8-10 centi hosszúak lehettek. Látszottak az új percek is. Jay a csont és hús maradványokkal azonnal Dr. David Bowen törvényszéki patológushoz fordult, hogy megbizonyosodjon gyanújáról. A csontok egyértelműen egy kézből származtak. Kisebb csontok, új percek voltak, és egy nagyobb a csukló tájékáról. Szóval Jay felügyelő leleteiről rögtön megállapítást nyert, hogy azok egy test, egy emberi test maradványai. Miután Peter Jay gyanúja beigazolódott, a főfelügyelő latolgatni kezdte a horrorisztikus lehetőségeket. Nos, gondoltam, valakit meggyilkoltak, és apró darabokban lehúzták a WC-n. Aztán egy sor más lehetőség merült fel bennem. Mi történt? Mi történhetett még? Hol vannak a csontok? Hol a test többi darabja? Hol lehet a feje? Kezdetét veszi a nyomozás. A test többi részét keresik. Az első nyomok a ház csatorna rendszerének vizsgálatából adódtak. A dugulás egészen a rendszer közepéig, fel egészen a középső szintig volt tapasztalható, ott azonban nem lakott senki, csak is felülről tömíthették el. Az emeleti lakást egy 37 éves férfi, Dennis Nielsen bérli, aki a közeli munkaügyi központ főmunkatársa. Így aztán egyenesen visszamentünk a Cranley Gardens 23-ba. A helyettesemmel, Steve McCuskerrel úgy döntöttünk, hogy a lépcsőházban várjuk be a munkából hazaérkező legfelső emeleti lakót. Nielsen úr? Dennis Nielsen? Én vagyok.
Peter J. felügyelő vagyok, a lefolyó miatt keressük. A rendőrség hatáskörébe tartozik a csatornázás is? Talán az egészségügyi rendőrségtől? Nem. Azért jöttünk, mert találtunk valamit a vezetékekben, és talán ön tudna nekünk segíteni. Ha beengedne, elmondanák, miről van szó. Erre tessék. Peter J. legrémesebb álmában sem találkozott még olyan borzalommal, mint ami Nielsen lakásában fogadta. Egy rutin ellenőrzésnek induló kiszállás egy eldugult lefolyó esetében egy pillanat alatt elveszíti a rutin jellegét, amikor kiderül, hogy a dugulást emberi maradványok okozták. A maradványok minden bizonnyal a 3-as számú ház padlástéri lakásából kerültek a vezetékrendszerbe, amelynek egyedüli lakója a 37 éves Dennis Nielsen. A lefolyó miatt keresünk, Nielsen úr. Peter J. főfelügyelő fogadja a munkából hazatérő Nielsent. Ha beengedne, elmondanánk, miről van szó. Jay nem is sejti, hogy Pandora rettenetes szelencéjét készül éppen felnyitni. Nielsen lakása a legfelső volt, ott, ahol az a három ablak van. Az első dolog, ami letaglózott minket, amint átléptük a küszöböt, az a hihetetlen bűz volt. A bomló emberi hús szaga. Összetéveszthetetlen, amennyiben ismeri az ember. Iszonyatos volt az egész. Szóval rögtön megcsapott az a pokoli bűz és a lakásból áradó gonoszság érzete. Jay úgy dönt, hogy mellőzi a köntörfalazást. Amint beléptünk a lakásba, közöltem Nielsennel, hogy a lefolyót emberi maradványok tömítették el, mire azt mondta. Úristen, micsoda szörnyűség! Nielsen szokatlanul nyugodt viselkedése aggasztja Jay-t. Emlékszem, azon gondolkodtam azokban a percekben, hogy vajon Dennis Nielsennek mi járhat a fejében. Kivel is állunk szemben? Miként bánjunk vele? Fenntartja-e a látszatot, vagy egyszer csak megvadul? Majd tettem egy lépést felé, közelebb hajoltam az arcához, egyenesen a szemek közé néztem, és azt mondtam, velem ne szórakozzon. Hol van a holttest többi darabja? Azt kérdeztem, hogy hol a többi. Mire Nielsen? Jól van, elég. Itt van a mellettünk levő hálóban, a szekrényben, műanyag zsákokba csomagolva. Jöjjenek. Az egészben az volt a legfurcsább, hogy amit ő közölt velünk, azt mi szinte természetesnek vettük, elhittük. Hogy is mondjam, semmit sem szokás készpénznek venni, amit ugye gyanúsított mond. De Nielsen esetében más volt a helyzet. Kezdtől fogva elhittük minden szavát. Nielsen elképesztő vallomása pillanatokon belül igaznak bizonyult. Beléptem a hálószobába, ahol a szag már kibírhatatlan volt, még nyitott ablaknál is. Közvetlen közelről éreztem a rothadó hús összetéveszthetetlen szagát. Iszonytató volt. Van még valami, amit el akar mondani? Elég hosszú történet. Mindent elmondok, de nem itt, hanem a rendőrségen. Nem volt más dolgunk, mint Nielsen bevinni az őrszobára és megkezdeni a kihallgatását. A rendőrség első dolga, hogy azonosítsák az áldozatot, és hogy kiderítsék, hogyan érte el szörnyű végzete. A Nielsent letartóztató Steve McCusker felügyelőnek az volt a gyanúja, hogy a zsákok még további borzalmakat tartogatnak. Beültettük a rendőrautóba, én utaztam vele hátul. Jay főfelügyelő vezetett. Azt kezdett el motoszkálni bennem, miközben a két zsákot néztem, hogy az az ember ott a zsákokban jó nagy darab lehetett, vagy talán inkább... És akkor rákérdeztem, hogy tulajdonképpen hány hulláról beszélünk? Egyről, kettőről? Mire Nielsen azt mondta... Egyik sem. Inkább 15 vagy 16 lehet. Végre megszabadulhatok ettől a nyomasztó tehertől.
Emlékszem, Peter majdnem neki ment valaminek. Hátborzongató volt, ahogy kimondta. Akkor fogtuk fel, hogy a pasas nem viccel. Nem volt nálunk bilincs, még egy gumibot sem. Ott ültünk összezárva egy hidegvérű gyilkossal. Megragadtam a Jackie-nél fogva, hogy legalább ne menekülhessen el, ha már elfogtuk. Így haladtunk a rendőrőrs felé. Miután fogdába zárták Nielsent, Jay főfelügyelő néhány bűnügyissel visszatér a Cranley Gardensre. Nielsen lakásának szobái egyenként tárták fel rémséges titkaikat a vizsgálat során. Három áldozat maradványait találtuk meg a hálószobában tárolt zsákokban. A tetemeket öt részre vágta. A felső és az altestet két felé, az négy, plusz még a fej. A fejeket is levágta. A feldarabolt tetemek maradványait a Hanzi hullaházba szállítják, ahol a testrészek összerakásának hálátlan feladata dr. David Bowen törvényszéki patológusra vár. Megdöbbentett, hogy a testek felaprítása a csontváz részeinek, mind az alsó, mind a felső végtagoknak leválasztása milyen szakszerű módon történt. Az, aki mindezt elkövette, jelentős anatómiai tudásra tett szert. Versenyfutás kezdődik az idővel, hogy a rendőrség minél több döntő bizonyíték birtokába jusson. Kötelességem figyelmeztetni, hogy bármit mond, a kihallgatások során megpróbáltuk a lehető legtöbb információt kiszedni Nielsenből az áldozatairól, hogy vádat tudjunk emelni ellene. Máskülönben 48 óra elteltével el kellett volna engednünk. Két fekete műanyag zsákot találtunk a szekrényben. Azok tartalmára vonatkozóan megállapítottuk, hogy emberi testek maradványairól van szó. Elmondaná, hogy történt? Milyen mélységig? Nielsennek rögtön a kihallgatás első perceiben sikerült megdöbbentenie Jay-t egy újabb hátborzongató vallomással. A lakás többi részét is átkutatták? Miért? Találnak még csonkokat egy ládában. Meg a fürdőszobában, az egyik fiók alatt. Összesen három emberét. A rendőrség egy férfi holtestének alsó felét találja meg a fürdőszobai fiók alatt. A nappaliban talált láda tartalma egy újabb torzó, valamint két lemetszett láb, egy koponya, és számos csontdarab. Három emberi test maradványai. Volt köztük, akivel csak néhány napja végzett, de volt, aki már 9, és volt, aki 18 hónapja volt halott. Borzalmas dolog. A rothadás, a szagok. Mondanom sem kell, hogy rémes. A mai nap során talált csonkokat a törvényszéki laboratóriumban. A média megszállja Észak-Londont, amikor a véres események híre kitudódik. Valószínűleg egész hétvégén folytatják hálátlan munkájukat. Nielsen régi felfelbukkanó partnere Martin Hunter Craig azonnal tudja, kiről szólnak a híradások. Londonban, egy Dean Street-i szállóban tartózkodtam, amikor értesültem a hírről, hogy egy férfit tartóztattak le gyilkosságért a Cranley Gardensen. Rögtön tudtam, hogy Dennisnek köze van a dologhoz. Felugrottam hozzá két nappal az eset előtt, és éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. Nem engedett be a lakásába, ezért kint beszélgettünk. Azt mondta, hogy van nála valaki. Éreztem az iszonyatos bűzt is, és amikor be akartam menni, határozottan megtiltotta. Nem mész be. Azelőtt soha nem láttam ilyennek, így a rádiót hallgatva rögtön tudtam, hogy csak is ő lehetett. Hogy a rendőrség hivatalosan gyilkossággal vádolhassa Nielsent, Jay-nek azonosítania kell legalább az áldozatok egyikét. Neveket kérek. Az első hit elfelejtettem. A másodikét sosem tudtam.
A harmadik Steven Sinclair volt. Az elhangzott név lényeges áttörést jelent az ügy szempontjából, de Jay számára ez még kevés. Nem támaszkodhat pusztán Nielsen kijelentésére. Bizonyítékra van szüksége az áldozat személyazonosságát illetően. Egy ponton nagyon elkezdett bennünket aggasztani a dolog, ugyanis végig az járt a fejünkben, hogy ha vádat emelünk Nielsen ellen XY meggyilkolásának ügyében, és történetesen ez az XY felbukkan a bíróságon a tárgyalás napján, akkor elveszítjük minden hitelünket. Szóval mindenről a legteljesebb mértékig meg kellett bizonyosodnunk. A törvényszékiek ezért erejüket megfeszítve dolgoznak, hogy döntő bizonyítékkal szolgáljanak Nielsen utolsó áldozatáról. A földön óvatosan egymás mellé helyeztük a zsákokban talált végtagokat, és tulajdonképpen a várakozással szemben sokkal könnyebben ment az elemek összeillesztése. Elmondhatatlan érzés volt látni azokat a testrészeket, különösen ott a hullaházban, amikor már valamennyire összerakták őket. Próbálod elképzelni, hogy ezek emberi lények voltak, akik még nem is olyan régen viszonylag boldogan járkáltak az utcán. Bowen, miután összerakta a testeket, óvatosan leveszi az új lenyomatot az egyik megcsonkított kézről. A rendőrségi jegyzőkönyvekben szereplő adatokkal összevetve Jay a várt bizonyíték birtokába jut. Nielsen legutolsó áldozata valóban 20 éves Steven Sinclair volt. Dennis Nielsen ellen hivatalosan vádat emelhetnek gyilkosság ügyében. Jay elkezdheti rekonstruálni Nielsen utolsó áldozatának végzetes napját. Mondjon el mindent Steven Sinclairről. Felmentünk a lakásomra, és elkezdtünk inni. Aztán elbóbiskolt. Ott ültem mellette, és zenét hallgattam. Erőt éreztem, és képek kavarognak. Tudtam, hogy meg kell ölnöm. Az ital és a zene együtt mindig könnyekre fakaszt. Téged nem? Steven? Jól van. De csak aludj szépen. Ugye egyáltalán nem is fájt, Steven? Most már senki sem bánthat téged. Nielsen letartóztatását követően a rendőrség megtalálja azt a saját készítésű eszközt, amellyel a férfi megfojtotta Sinclairt. Ezzel az eszközzel folytotta meg utolsó áldozatát. Egy nyakkendő, amelyhez egy zsinór van kötve. Állítása szerint majdnem az összes áldozatával egy nyakkendő segítségével végzett. Aztán még azt is odavetette, hogy 15 nyakkendőm volt, és mára már csak egy gumis kapcsos maradt. Ilyen volt az ő humora. Jay arra kíváncsi, hogyan szabadult meg Nielsen a holttestől. Aztán már semmire sem emlékszem, csak a másnapra. Ott ült a karösszékben. Halott volt. Mit csinált ezután Sinclair karosszékben heverő holttestével? Este neki láttam. Kiterítettem egy műanyag takarófóliát az első szoba közepén. Fogtam a testet, ráfektettem, és kerestem egy nagy konyhakést. Elég sok vér folyt el. Egy része kifolyt a szőnyegre is.
Levágtam a fejet, fogtam egy fazekat, abba beletettem, és feltöltöttem vízzel. Nielsen részletesen elmondja, hogyan főzte meg az emberi maradványokat, hogy eltávolítsa a húst a csontokról. Nielsen később azt is felidézi, hogyan szabadult meg módszeresen a megfőzött húsdaraboktól, lehúzva azokat a vécén. A rendőrség további bizonyítékokkal támasztja alá Nielsen elleni vádat. Figyelmüket a többi áldozat azonosításának szentelik. A gyilkosság és csonkítás nyomai messzire vezetnek. A rendőrség sikeresen azonosította Nielsen utolsó áldozatát, Steven Sinclair-t. A többi áldozat azonosítása csak ezután veszi kezdetét. A gyilkos észak-londoni lakásában talált további két holttest kilétét továbbra is homály fedi. Nielsen állítása szerint azonban még legalább egy tucat férfi haláláért felelős. Inkább 15 vagy 16 lehet. Peter Jay személyes küldetésként végezte a további áldozatok azonosítását. Mindannyian úgy éreztük, lévén a csapat többsége családos ember, szóval azt éreztük, hogy felelősséggel tartozunk minden szülőnek. Hiszen a fiaik Nielsen potenciális áldozatai lehettek volna. Tehát mindegyik kutatásból a lehető legtöbbet akartuk kihozni. Igen, nagy nyomás nehezedett ránk. Erőnket megfeszítve nyomoztunk, hogy végül odaállhassunk az emberek elé, és azt mondhassuk, a te fiad áldozat lett, a tiéd nem. Egy másik férfi végzetére akkor derül fény, amikor a rendőrség Nielsen korábbi Melrose Avenue címén kezdi meg a vizsgálódást. Ez idáig a Cranley Gardensen történtekkel foglalkoztunk. Úgy tudom, említette a kollégáimnak, hogy korábban a Wilsing Green-en lakott. Igen. A hátsó földszinti lakás volt az enyém, kizárólagos kerthasználattal. Ott mire számíthatunk? Ha csak az építési vállalkozók nem takarították le a telket, úgy rengeteg bizonyítékot találnak. 12-13 embert is azonosíthatnak. Ki ez a férfi, akiben így ég a vágy, hogy bevallja több mint egy tucat ember meggyilkolását? Nielsen egy norvég apától és egy skót anyától született a skóciai Fraserburgben. Nehéz gyermekkora volt. Brian Masters író hónapokon át interjú volta a férfit. Nielsennek nem volt szoros, meghitt kapcsolata a családjával. Az egyedüli kivételt Andrew, a nagyapa jelentette, aki azonban halászként heteket töltött távol a tengeren. Masters úgy gondolja, Nielsennek a szeretett nagyapa halála okozott lelki traumát gyermekkorában. A szülei behívták a konyhába, ahol az asztalon egy nagy, hosszú ládát látott, amiben ugye a nagyapja feküdt. Senki sem magyarázta el neki, hogy ez mi, mit jelent ez az egész. És úgy hiszem, akkor Nielsen halál és szeretet fogalma összekapcsolódott. Dennis Nielsen röviddel 16. születésnapja után belépett a hadseregbe. A hadtáphoz került. Itt szerezte meg Hentes szaktudását, amit később áldozatainak feldarabolásánál alkalmazott. Nielsen 11 év katonai szolgálat után a városi rendőrséghez szegődött el. 11 hónap elteltével azonban elhagyta az állományt. Állítása szerint sok partneres homoszexuális életmódja összeegyeztethetetlen volt munkájával. Martin Hunter Craig, Nielsen ex-barátja vegyes érzésekkel idézi fel az együtt töltött éveket. Nagyon jól kijöttem Dennis-szel, amikor nem ivott. Nagyon érzéki és igazán kedves fickó volt. Egy kicsit olyan volt, mint egy báty. De valahányszor berúgott, hogy is mondjam, néha egyenesen visszataszító volt. Sokszor kifejezetten durva.
Nielsen letartóztatása napjáig egy észak-londoni munkaügyi központ vezetőbeosztású tisztviselője volt. Peter Jay meg akarta fejteni, hogyan alakul át egy látszólag tisztességes tisztviselő a brit bűnügyi történelem legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosává. Nielsent a nyomozó első áldozatáról faggatja. A férfi felidézi 1978-as szilvesztert, amikor hosszas ivászat után egy fiatal férfi társaságában tért haza. Nielsen későbbi Brian Masters írónak tett vallomása alapján tudható, hogy már aznap reggel meghozta a döntést, ami meghatározta a későbbi életét. Nielsen azt nyilatkozta, hogy elhatározását követően lenyűgöző erő járta át, ami valahonnét nagyon mélyről jött. Magával ragadta az érzés. Bár Nielsen mindent elmondott első névtelen áldozatának meggyilkolásáról, a nyomozó legnagyobb bánatára azt soha nem tárta fel, hogy miért ölt. Minden felmerülő motívumot számba vettünk, és végig gondoltuk, hogy megfejtsük Nielsen rejtélyét. Minden gyilkosságnak van valamilyen indítéka, de ebben az esetben semmi. A Nielsennel folytatott több hétig tartó beszélgetés után Brian Masters úgy gondolta, sikerült feltárnia, mi is vezérelte a gyilkos férfit. Amikor megtörtént a gyilkosság, óriási megnyugvás szállta meg, és úgy emlékszem, a következőképpen fogalmazott, ami döbbenetes, jó érzés járta át. Beteges elméjével úgy tekintett áldozataira, pontosabban a hullájukra, mint esztétikai objektumokra. Gondoskodott róluk, kényelembe helyezte a tetemet. Napközben leültette a televízió elé, és amikor hazaért a munkából, mellé ült és beszélt hozzá. Képzeld, mi történt ma velem. Egyfajta párkapcsolati pótlékot jelentett számára. Szerette a halál közelségét, és szerette a hullák társaságát. Nielsen beismerte, hogy beteges titkát látogatói elől a padló alá rejtette. Most már el kell hinnem nekem is, hogy a padló deszkái alá rejtette az áldozatokat. Később kérdezték az emberek, hogyan lehetséges, hogy nem észleltem semmit, hiszen oda jártam évekig, együtt is laktam vele. Nos, ez valóban így volt. Sokat voltam nála, tettem-vettem a lakásban, de egy hulla sem esett ki a szekrényből, amikor betettem a ruhámat. Nyilvánvalóan akkor csinált mindent, amikor senki sem volt a közelében. Helyet keresett a tetemeknek, vagy a padló alá, vagy a kertbe. Nielsen 6 hónapon keresztül együtt él első áldozatának tetemével, de a nevét nem tudja. Jay rátér Nielsen második gyilkosságának körülményeire. Ez esetben Nielsen emlékszik az áldozat nevére, ami a nyomozónak felettébb ismerős. A másodikat Ken Okendonnak hívták. Egy lezáratlan nyomozás ügyerém lett. Eltűnt egy nagyon jó családi háttérrel rendelkező Kenneth Okendon nevű fiatal srác. Turista volt, aki egyszerűen eltűnt a föld színéről. Érti? Teljesen elképet. Egyszerre csak 5 év múltán éppen ebben a kontextusban merül fel annak a fiúnak a neve. A rendőrség új lenyomatok után kutatott Nielsen Melrose Avenue-i lakásán, de semmi sem szolgált bizonyítékkal arról, hogy a második áldozat valóban Kenneth Okendon volt. Mindenki meglepetésére a törvényszéki nyomozók a Cranley Gardens-i lakáson bukkannak rá arra, amit kerestek. Amikor Nielsen elköltözött a Melrose Avenue-ról, természetesen minden holmiát magával vitte. Így azt a London térképet is, ami bizonyítékul szolgált. A szakemberek hihetetlen alapossággal vizsgálnak át minden egyes lapot, A-tól Z-ig. Az új lenyomatok előhívásához egy Ninhydrin nevű vegyszert alkalmaznak.
Ha a felületen új lenyomat található, a nénhidrin reakcióba lép az emberi izzadságban található kémiai anyagokkal, és a nyomok vöröses, az úgynevezett Ruhemann-Bieber színben lesznek láthatók. A törvényszékiek a londoni utcatérkép egyik sarkán egy új lenyomat részletet találnak, amely mindenki meglepetésére azonos az eltűnt 23 éves fiú, Kenneth Okendon új lenyomatával. Közel 5 évnyi nyomozás után a rendőrség végre lezárhatja a kanadai diák ügyét. A 15 áldozatból eddig csupán 2-t sikerült azonosítani. Jay ezért igyekszik mindent kiszedni Nielsenből a többi gyilkosság ügyében is. Eszébe jut még valami, ami segítene kideríteni, hogy ő ki volt? Ír volt. És a 9-es számú áldozat? Úgy emlékszem, skót akcentusa volt. Mit tud a 10-ről? Vele, mintha a West End-en ismerkedtem volna meg. Nielsen még 3 nevet ad ki 30 órányi fárasztó kihallgatás után. Martin Duffy, egy 16 éves Birkenheadi hajléktalan fiú. Billy Sutherland, egy Skóciából származó 26 éves meleg prostituált. Valamint a 23 éves Malcolm Barlow, Nielsen utolsó Merrose Avenue-i áldozata. Felmerül a kérdés, hogyan sikerült Nielsennek ennyi áldozatot szednie anélkül, hogy bárki is észrevehette volna. Nielsen áldozatainak nem voltak valódi kapcsolataik a városban. Nem voltak tőzsgyökeres londoniak. Szerencsét próbálni jöttek ide. Néhányuk kifejezetten mostoha körülmények között élt. Olyan emberek voltak, akiket tulajdonképpen senki sem várt haza. Lista készül a gyilkosságokról. Jay elszörnyedve szembesül a ténnyel, hogy Nielsen 18 hónap leforgása alatt nem kevesebb, mint 10 alkalommal gyilkolt. Ez átlagosan 7 hetenként egy áldozat. A törvényszéki nyomozók elkezdik átkutatni a Melrose Avenue-i lakást. Módszeresen felszedik az összes padlódeszkát a földszinten. Bár Nielsen már 2 éve elköltözött onnan, fontos mikroszkopikus bizonyítékokat találnak a házban. Különböző légyfajok bábtokjait találtuk meg a padló alatt. Ezekből a bomlási folyamat különböző stádiumaira tudtunk következtetni. Peter J. nyomozó azt akarja megtudni, hogy Nielsen miként szedte elő a hullákat, és hogyan szabadult meg azoktól anélkül, hogy a szomszédai gyanút fogtak volna. Felszedtem a deszkákat, és a már becsomagolt, összekötözött hullákat a kertben égettem el. Így tudtam a maradványoktól megszabadulni a legkönnyebben. Mit csinált azután, hogy elégtek? Az egyben maradt nagyobb darabokat porrá zúztam. Nielsen kertjének átfésülése 3 hétig tart a Melrose Avenue-n. Több mint 2000 csontdarabot találnak. Ezeket a csontdarabokat a kertben találtuk. A legtöbb ilyen volt, mint ezek. Apró törmelék, ami megmaradt az égetés után. Minden erőfeszítés ellenére lehetetlen volt további áldozatokat azonosítani az égett, összezúzott maradványok alapján. A bűnügyi szakértői vizsgálat lezárult a Melrose Avenue-n. Azonban jelentős áttörést hozott az ügy szempontjából egy tanú felbukkanása. Egy másik eset felgöngyölítése során a rendőrség kapcsolatba kerül egy férfival, aki túlélte Nielsen támadását. A 21 éves Carl Stotter. Az 1983-ban készült interjúban a fiú felidézi, hogyan próbálta Nielsen megölni. Elaludtam, és arra ébredtem, hogy folytogat. A fiút még 25 év múltán is sokkolja az éjszaka emléke. Tisztán emlékszem, ahogy a hátamnak feszülve folytogat. Óriási nyomást éreztem a fejemben. A folytogatás nem jó dolog.
de Nielsen nem adta fel a dolgot. Kivonszolt a fürdőszobába, és betett a kádba. És ott megpróbált vízbe folytani. Karl csodával határos módon megmenekült. 3 napig eszméletlenül feküdt Nielsen lakásában, aki ez alatt valamilyen megmagyarázhatatlan okból nem végzett áldozatával, hanem mindent megtett azért, hogy magához térítse. Mindennek ellentmondó cselekedetére azóta sincs magyarázat. Tudnia kellett, hogy nem haltam meg, hiszen ő térített magamhoz. A legtöbb ember ezt nem tudja hova tenni, hogy most ő a gyilkosom, vagy az életem megmentője. Nos, ez dúl bennem is. Most megölt, vagy megmentett? Karl vallomásának segítségével a rendőrség betekintést nyert egy zavaros elmebeteges világába, valamint a közelgő tárgyalás koronatanúját is megtalálták. Dennis Nielsen 5 éven keresztül észrevétlenül követte el a gyilkosságokat. Letartóztatását követő 15 ember megfojtását, feldarabolását és megsemmisítését vallotta be készségesen a nyomozó hatóságoknak. A rendőrség 6 hónapnyi nyomozás után csupán 5 ember meggyilkolását tudta rá bizonyítani. Miután a férfi Melrose New-i lakásán folytatott vizsgálatok befejeződtek, a rendőrségi nyomozás teljes erővel a Cranley Gardens-en talált azonosítatlan holttestekre koncentrál. Nielsen halvány emlékezete szerint egy John nevű testőr volt utolsó áldozatainak egyike. Ittunk, beszélgettünk, azt mondta Highwaycomból való. Hogy a végére járjunk ennek a nyomnak, egy külön csapatot állítottunk arra, hogy átnézze a testőrség állományi adatait. Azok, akiket találtunk, akikre ráillett ez a leírás, még élő személyek voltak. 3-4 hónapba telt, amíg kinyomoztuk, hogy az áldozat sosem volt a testőrség tagja. A nyomozás a londoni West End-en folytatódik, ahol Nielsen sok áldozatát szedte fel. A nyilvántartásokban 40 John nevű és Highwaycombi illetőségű férfi szerepel. A szakértőcsoport feladata leszűkíteni ezt a számot 1-re. A feldarabolt testen talált izomszalagok elemzésével a törvényszéki nyomozók megállapítják az áldozat vércsoportját. A rendőrségi adatbázis adataival összevetve sikerül azonosítaniuk Nielsen 13. áldozatát. John Hallitt. A hír csapásként érte Karl Stottert. Édesanyám az ő édesapjával dolgozott együtt. Amikor Nielsen engem is meg akart ölni, ő már ott volt bent a szekrényben feldarabolva. John nem ilyen halált emelt, és a többiek sem. Fel tudja ezt fogni, hogy valaki apró darabokra trancsíroz egy embert? A rendőrségnek így már Nielsen 6 áldozatát sikerült azonosítani a 15-ből. A beismerő vallomások és bűnügyi szakértői bizonyítékok birtokában Nielsen ügye bíróságra vihető. De Jay-nek még akad egy utolsó, nagyon fontos kérdése. Dennis, szánt szándékkal ölte meg ezeket az embereket? Amit tettem, helyesen tettem akkor. Ezzel azt akarja mondani, hogy szükségét érezte? Néhány esetben, a gyilkolás pillanatában, valóban úgy éreztem, hogy életem értelme véghez vinni ezt a feladatot. Így kellett történnie.
Peter J. a mai napig nem tudja mire vélni, hogy Nielsen semmiféle megbánást nem mutatott. Egy pillanatig sem mutatott megbánást. A kihallgatások során sem tapasztaltam, hogy bánta volna bármelyik tettét is. Ült, vallott, de soha nem említette, hogy sajnálná, vagy ilyesmi. Érzéketlen volt, mint a kő. Dennis Nielsen büntetőpere 1983. október 24-én kezdődött. Néhány hónappal a tárgyalás előtt még sikerült a rendőrségnek a Cranley Gardens-en történt gyilkosságok harmadik áldozatát is azonosítania. Egy 28 éves férfi, Graham Allen volt. A bíró azonban úgy határoz, hogy ezeket a későn érkezett bizonyítékokat már nem használhatják fel Nielsen ügyében. Felolvassák Kenneth Okendon, Malcolm Barlow, Martin Duffy, Billy Sutherland és Steven Sinclair neveit. A bíró megkérdezi Nielsent, mit hoz fel mentségére a gyilkosságok ügyében. Peter J. a mai napig sem érti Nielsen válaszát. Nem tudni, hogy most a védőügyvéd tanácsa volt, vagy saját maga döntött így, de ártatlannak vallotta magát, csökkent beszámíthatóságra hivatkozva. Bevallotta az összes gyilkosságot, de tagadta, hogy rossz indulatból vagy előre megfontolt szándékkal követte volna el azokat. Nielsen abban reménykedik, hogy emberölés, nem pedig a súlyosabb, gyilkosság vágyával ússza meg az ügyet. A tárgyalás több mint két hétig tart. Tanúként meghallgatják Carl Stottert, akinek megrázó emléke marad a szembesítés. Olyan volt az egész, mint egy rémálom. Egy idegen előtt álltam. Emlékszem, az járt a fejemben, hogy nem is ismerem ezt a fickót. Egyszerűen nem fogtam fel, hogy miért akar egy teljesen idegen férfi megölni engem. És azóta se értem. November 4-én egy pénteki napon döntést hozott az esküdtszék. Dennis Nielsen bűnösnek találták 6 rendbeli gyilkosság elkövetésével. A bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítéli Nielsent, amelyből 25 év kötelezően letöltendő. Az elítélt közönye megdöbbenti a hozzá közel állókat. Bűnösnek találták és elítélték. Ha jól emlékszem, 25 évre, és még csak a szeme sem rebbent. Hihetetlen. Nielsen még utoljára is tesz egy hátborzongató megjegyzést Peter J. nyomozónak. Azt mondta, hogy ha nem kapom el, most nem 15 gyilkosságról beszélnénk, hanem valószínűleg 150-ről. Ha nem bukik le, csinálta volna tovább. Nem volt megállás, nem tudtam megállni a dolgot, mondta. Mesélte, hogy reggelente, amikor fölkelt és ott talált maga mellett egy újabb hullát, azt gondolta magában, hogy már megint megtettem. 3 évtizeddel Nielsen első gyilkossága után újabb fordulat következett be az ügyben. A kezdeti nyomozások nem hoztak eredményt Nielsen első áldozatának kilétére vonatkozóan. Nemrégiben azonban egy megoldatlan ügyekkel foglalkozó nyomozócsoportnak köszönhetően végre előkerült az első áldozat neve is. Stephen Dean Holmesnak hívták. Egy 14 éves fiú volt. Egy 2006-os bírósági felülvizsgálat értelmében Dennis Nielsent hivatalosan értesítik, miszerint feltételesen szabadlábra soha nem helyezhető. Élete hátra lévő részét biztosan a rács mögött kell töltenie.